felmelegedés témában készített kisfilmet Zsemberi Liza a televízió munkatársainak közreműködésével. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Évről évre nagyobb problémát okoz a meleg, illetve ehhez kapcsolódó szárazság a mezőgazdaságban is. Arról, hogyan is lehet ez ellen védekezni, valamint a lehetséges megoldásokról kérdeztük Zsemberi László őstermelőt. Hát a nagy hőség nagyon nagy problémát okoz nekünk a hétköznapi életben is, hát meg a mezőgazdaságban is, mert egyébként nagyon gyöngén tud védekezni az ember ellene. Többszöri öntözése, nagyon mennyiségű vízadagokkal, esetleg növényhálló árnyékolása, fólia külső meszelése, egyébként nagy probléma ez, hogy emelkedik a hőmérséklet. Tehát elő nem mint töhetünk kis emberek, hanem fő tudnák sovolni nagyobb nemzetöket, mert egyébként fájóbb ez a kérdés az egész világnak, nem csak nekünk. Nagy baj ez, hogy így kialakult a világban ez a klímahelyzet, mert egyébként nehezebben tudunk védekezni a hőség ellen. Hát várná az ember az esőt, de ha csúnyasággal érkezik, akkor inkább úgy van vele, hogy ne lögyön. Látja az ember néha az egész világon, hogy ahon évekön keresztül nem esett eső, nem esett hó, klímaváltozás hatására olyan vízáradat önte országokat, városokat, hogy el se tudna az ember képzelni. De viszont ahon csapadékosabb volt az éghajlat, időjárás, ott még évek óta szinte egy paványi eső nem esik a talajra. Hát ezt az emberek is, növények is nagyon nehezen tudják elviselni. Hát most ez van, felelősek vagyunk a klímaváltozásé, de nem még magyarok, hát nagyobb nemzetöknek kéne ez ellen tenni valami okosságot, és minél sürgősebben, mert 30-50 év múlva még súlyosabb lesz a helyzet. A mindennapi életünkben is szemmel láthatóak a felmelegedés hatásai, de hogyan is látja ezt a mezőgazdasággal foglalkozó ember? Látom, hogy a hőmérséklet általános emelkedés miatt az utcaszéli fák, lombok, ligetök is egyre hamarabb érik meg a lombhullatást. Pedig még csak augusztus vége van, és akkor a fáknak kezdenek a levelei potyogni, sárgulni. Hát még annyi a családi kertekben lévő fákat lehet egy kicsit pumpolni, hogy 2-3 naponta 1-2 vödör vízzel megajándékozzuk őket, ami egy kicsit segít rajtuk, annyit, hogy még a következő évet meg fogják élni. A nagy meleg a háziállatokra is kedvezőtlenül hat, sok fegyver ez ellen nincs a kezünkben. Hogy hogyan is viselik ezt a ház körüli állatok, valamint a lehetséges megoldásokról, praktikákról érdeklődtünk. Úgy, mint az emberek, meg a növények, a házi állataink is nagyon nehezen tudják elviselni. Nálunk a tanyán pár darab disznó, egy 20-30 tojótyúk, 1-2 kacsa van. Hát ezeket is nagyon próbálom tisztán tartani, szárazalom, napi rendszerességgel biztosan vizet cserélök nekik. Takarmányozásban egy kis zöldség jellegű élelmiszert számukra, vagy takarmányt próbálok adni, de viszont a, mit tudom én, visszajelzést jobban megkapjuk tőlük, mert ők liegése vagy kutyaugatásra tudják jelezni a szomjaznak, hogy valami bajuk van, de viszont a növények még jobban ki vannak szolgáltatva nekünk, mert nekünk meglátni, hogy szomjaznak, vagy nagyon fonnyannak, meg melegük van, de viszont azokkal nem tudunk jobban kedvezni nekik. Az állatokat viszont jobban el tudjuk kényeztetni, hogy déli delelőre hajtjuk őket, az árnyékba hűvösve, és akkor kutyának is rendszeresen, macskának is adjuk a hűsítő hideg vizet. Hát valahogy próbálunk azokon is segíteni, amit a tanyán kövösznek bennünket, az egy-két pár darab állat. A falun élő ember életében még a saját problémáinál is fontosabb az állatoké, de nyilván a nagy maleg a gazdát is megviseli. László arról is mesélt, hogy ő hogyan éli meg a szélsőségesen meleg időjárást. Istentelenül nehezen. Hát néha el se tudja az ember képzelni, hogy már
10 óva után fóliából, meg 11 után ki kell gyűnni. Hát nem tudja az ember elképzelni, hogy hogy hűtse magát. Valami citromos tea, vagy ásványvíz, vagy nem tudom. Néha jó leszik egy-két hűtött sör, vagy laza vörösbor, fröccs, de hát valamilyen ilyen formában tudunk védekezni. És akkor hát amikor egy kicsi idő adódik, akkor a nem messze lévő fürdőhelységeket meglátogatjuk. Egy 3-4 óvasszát el tud tölteni az ember, kicsit szórakozik, kapcsolódik, fürdik, lehűti magát, de utána már zuhaj hazafele, mert itthon gondoskodni kell növényekű, állatokú, tehát ennyi. Hát nagyon reméljük, hogy majd szeptember 10-e környékén vénasszonyok nyara után egy kicsit normálisabb lesz az időjárás. Hát addig még nagy, mindenki próbálja valamilyen módon elviselni a növények, állatok, emberek, meg hát valami majd összebb a klímaváltozása is. Hát személy szerint nekem is, meg szomszédaim véleményét is ismerem, meg szoktam hallani, hogy ez a hőség nagyon rossz hatással van minden emberre, legyen fiatal, legyen idős, legyen beteg, vagy betegnél legyen senki. De hát ha egyszer várjuk a sorsdöntő esőt, és akkor csökken a hőmérséklet, és akkor könnyebben viseljük el a hőséget. A mezőgazdaságban tevékenykedő embereknek a nyár a legelfoglaltabb időszakuk. Ha elutazni nem is annyira, de vendéglátásra nyáron is van idejük, a pihenést pedig a téli időszakban próbálják bepotolni. Hát az ország különböző részén sok barátaink vannak, és akkor nyáron szívesen gyűnnek el hozzánk egy-két-három napos ittalvásos pihenésre, mert itt nagyon jól érzik magukat nálunk, és akkor nekünk ez igazán olyan fölüdülést nyújt, mint ha mink is el tudnánk menni. Hát ezt a hiányosságot télen próbáljunk pótolni téliesebb időszakba, és akkor így ki tudjuk a barátságot egyenlíteni egy-egy alapon. Augusztus 18-án ismét Kistelken járt a Körúti Színház csapata a Piros Bugyelláris című előadással. Lehel Katát, valamint Galambos Zoltánt kérdeztük a részletekről. No, hát Lehel Katalinnal beszélgetünk, aki ugye nagy visszatérő Kistelekre tekintve, hogy eddig minden előadásban benne voltál, amit a Körúti Színház játszott itt. De ez egy teljesen új szerep volt, és először csináltad. Mesélsz nekünk, hogy ilyenkor hogy vág neki egy színész, milyen az első előadás, és hogy benned milyen érzések kavarogtak? Igen. Hát először játszottam ezt a szerepet, mint mondtad. A beugrás ez nagyon, nagyon nehéz mindenkinek. Nekem annyi könnyebbség volt ebben, hogy én a kezdetektől játszom ebben a darabban, legelőször, mint Menci kezdtem, aztán, mint Julis asszony voltam jelen, tehát így gyakorlatilag a négy női szerepből hármat már sikerült a magamévá tudnom, magaménak tudnom. Abszolút jó ez a szerep, meg szerintem nekem való, mert én egy vidéki lány vagyok, tehát én tudom magam abszolválni ebben a műfajban, nem áll tőlem távol, de nehéz volt, mert nagyon-nagyon sok szövege van Zsófi karakternek. És hogy készül ilyenkor egy színész a szerepre? Ha sok szövege van, sokat ül és magolja, vagy te az vagy, aki a próbán szedi össze a tudását? Én inkább a próbán, tehát én megpróbálom, én mindent megteszek, leülök otthon is, tanulom. Van hál' Istennek segítségem, aki segít végszavazni, hogy úgy mondjam, de inkább a próba közben azért jobban ragad az emberre, tehát így mozgással, partnerrel, így könnyebb. És hát úgy tudom, amiatt is könnyebb volt, hogy a közelmúltban egy filmet forgattatok a Körúti Színházzal, ami pedig szintén a Piros Bugyellár is volt, aminek már te voltál a női főszereplője, akkor mégsem volt annyira ismeretlen a szerep számodra. Mesélsz a forgatásról egy kicsit? Egy
kicsit. Igen, ezt augusztus elején, július végén, augusztus elején forgattuk ezt a filmet. Erre esett az idén a választás, most már harmadik éve, hogy előveszük a Körúti Színház valamelyik darabját, amiből filmet forgatunk, tévéjátékot, úgymond. És hát Galambos Zoltán, a Körúti Színház igazgatója abban a megtiszteltetésben részesített, hogy én játszhatom a filmben a Zsófi szerepét. És hát sok minden volt, ami megegyezett a darabbeli szöveggel például, de sokat ki is hagytunk a filmből, tehát nyilván nem egyforma a két műfaj. És azt vettem észre magamon, hogy amíg a filmben voltak, azokat könnyebben meg is tanultam most így ehhez a beugráshoz, amit viszont kihagytunk, az picit nehezebben ment, de hát azt gondolom, hogy sikerült végül is. És hogy láttad, tetszett a nézőknek most a Piros Bugyellár is? Igen, abszolút. Itt nagyon jó közönség van mindig Kistelken, ezt azt hiszem, hogy mindig el is mondjuk, de igen. Nagyon élvezték, az első pillanattól vették a lapot, mindenen kacagtak, nagyon, nagyon jó közönség. És esetleg a közönség mikor láthatja a Piros Bugyellári című filmet, ha már az előadást tetszett nekik? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha minden jól megy, akkor talán jövőre kész lesz ez a film, tehát mindenféle utómunkálatok következnek most. Reméljük, hogy pótforgatásra nem lesz szükség, de ha minden jól megy, akkor szerintem jövő nyáron már ezt láthatják. És még akkor csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ugyan már említetted a közönséget, és hogy a Körúti Színház imád ide járni, mert mindig meleg fogadtatásban részesülünk, de hogy mégiscsak itt voltunk majdnem 10 napot összességében, és hogy mégis milyen visszatérni ide, Kistelekre. Mindenkinek bejövő tapsa volt. Igen. A most után kérdezed, vagy úgy alapvetően? Itt nagyon, nagyon családias a fogadtatás mindig. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk már nem dolgoznak, vagy még nem dolgoznak itt, mert mondjuk szülési szabadságon vannak. De ők is mindig bejönnek és meglátogatnak minket, úgyhogy nagyon azt hiszem, hogy mondhatom, hogy barátságokat kötöttünk itt Kistelken. Akkor várunk vissza. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hát köszöntjük a Körúti Színházat újra Kisteleken. Milyen érzésekkel tértetek vissza ide? Hát nagyszerű érzésekkel, hiszen itt egy kiváló közönség van, és egy kiváló művelődési ház, és nagyon-nagyon jó itt mindig játszani, és most sem okozódott csalódás, sem nekünk, remélem sem a közönségnek, vagy a reakcióikból ítélve nekik sem. Egy nagyszerű adás volt, nagyon élveztük játszani, a közönség nagyon élvezte nézni, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is így marad, mert ez egy jó hely, és itt szeretnek minket az emberek, és ahol szeretik az embert, oda az ember örömmel megy. Ezek szerint várható, hogy visszatértek ide? Hát az lenne nem várható, hogy ne térjünk vissza, tehát az ember bolond lenne, nem jönne ide vissza. Egy bérletsorozattal térünk vissza természetesen, ugye az előző években is, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel, és kiváló darabokat fogunk hozni az idén. Lesz egy fergeteges komédia, a Mindenében három kanál, ez egy Rékuni vígjáték, akihez olyan darabok fűződnek az ő nevéhez, mint a miniszter félrelép, a páratlan páros, nem most drágám, és ez nálunk is egy kiváló előadás, Beleznai Endre és Szabó Kristóf csillogtatja benne ritmusérzékét és vígjátéki képességeit. Hozunk egy gyönyörűséges darabot, Molnár Ferenc Üvegcipőjét, amit hát egyszerűen jó a léleknek és jó a szemnek, Kautsky Armand, Mérai Katalin és Kara Ivanov Lilla főszereplésével. Én is játszom benne, pici, remek vagyok benne. Kicsi, de fontos szerepet játszom benne. És hogy mi lesz a harmadik darab, bár az előbb mondták, de azt elfelejtettem. Mi a harmadik, Tomi? Nem a zsákba macska? A vén bakancsos a huszár, ami hát a mai nap sikere, megengedi, hogy visszahozzunk egy másik népszínművet, amit szintén kiváló, és szintén nagyon szeretünk játszani, a Vén Bakancsos és a Fia Huszár, hosszú című, ám annál kiválóbb népszínmű,
Úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan bérlet sorozattal érkezhetünk meg, ami mindenkinek az örömére fog szolgálni. Hát az igazi öröm az lenne, ha dupla előadásokat kéne játszani, mert annyira rengeteg sokan akarnának beülni a művelődés házába, de hát még ugye ez se lehetetlen. És hallottuk, hogy filmeket forgattok mostanság, és elhangzottak olyan kérdések, hogy akik figyelik a ti Facebook oldalatokat, mikor láthatják esetleg itt Kisteleken ezeket a filmeket? Hát, ugye igen, elkezdtünk. Én azt gondoltam egyszer csak, hogy a színház mulandó, a film az maradandó, és hogy kezdjünk el filmeket forgatni darabjainkból, ami hát egy egészen más műfaj, át kell írni a szövegeket filmes dialogokra, ami ugye sokkal rövidebb, és egészen másfajta színészi játékot igényel, tehát nem kell nagyba, hogy a századik sorban is lássák, hanem elég csak piciben, mert a pici arcrezdüléseket is érzi a kamera. De azt gondolom, hogy megtanultuk ezt a műfajt, és hát én eddig is tudtam, most amíg már a kollégám is. Hát én azért, ha furcsaló tekintetedet látva elmondanám, hogy magamtól vagyok 20 nagy játékfilmnek a producerésén és gyártásán, aki rám keres a Wikipédián, vagy az IMDb oldalamon, azok megtalálnak, hogy milyen filmekben dolgoztam. Elsőnek a Spanyolok tudni kell című filmet csináltuk meg, még Tahitot Lászlóval a főszerepben, ami nekem borzasztó nagy öröm, hogy ezt le tudtuk leforgatni. Másiknak az Én és a kisöcsém című filmet forgattuk le, Koltai Robert-tel a főszerepben. Ez még utómunka alatt van, mert ebben nagyon sok trükköt kell beletennünk, filmes trükköket, ami még hát, megnehezíti az életet. És idén nyáron forgattuk le, lám-lám a trikómon, egy picit lesvenkelni, megköszönöm, köszönöm szépen. Ez a stábtrikó volt, Kazáron forgattuk. Kazár egy nagyon pici község, én falunak mondanám, de ez már nem, ez nincs a rendszerben. Egy pici falu, ahol nagyon-nagyon szép tájházak vannak, és nagyon-nagyon szép jelmezek vannak, és borzasztó kedves emberek vannak, ugyanolyan kedves emberek, mint Kisteleken. És ezért forgattuk ezt Kazáron, és ez a film viszont, miután már nincsenek trükkök, és nincsenek olyan nagy macerák, ez nagyon-nagyon-nagyon a kész felé halad, tehát ez már valószínűleg szeptember-októberre kész lesz, és nekünk az ugye feltett tervünk, hogy a filmjeinkkel ugyanúgy eljutunk a törzs helyeinkre, ahol játszani szoktunk, ahol filmvetítés keretében vetítjük le ezeket a filmeket, esetleg közönség találkozóval, tehát terveznék egy-két szereplőt is lehozni belőle, hogy egy ilyen kedves happening legyen a dolognak a vége. És akkor elképzelhető, hogy a kisteleki közönség még idén ebben az évadban találkozik valamelyik filmmel? Hát olyan filmeket vinnék csak az adott helyekre, amik már ott színdarabként lementek, de miután ma lement a Piros Bugyelár is, én borzasztóan örülnék, hogy a kisteleki közönség találkozna a Piros Bugyelár című filmmel is. Nemrégiben rendezték meg a népzenei találkozót a Kisteleki Klebersberg Művelődési Központban. A következőkben az ott fellépő Apátfalvi Citera zenekar műsorát tekinthetik meg. Bordalok és balkonmenti nótát veszek.
Szeptember 8-án tartották a Kipkop Gyerekház nyár búcsúztatóját. Erről készült montásfilmüket tekinthetik meg a következőkben.